Sziasztok! Köszöntelek benneteket a Sofi főzős vlogján. Ma lazányát készítettem, megmutatom nektek, hogy én hogy csinálom. A hagymát megdínszelem zsíron vagy olajon, teljesen mindegy. Ráteszem a darált húst, kicsit megpörgetem, utána piros paprikát, azzal is megpörgetem, és ráöntöm a paradicsom szószt. Lehet ez szósz vagy püré, teljesen mindegy. Tudjátok, hogy hogyan kell használni, és akkor szépen egy kicsit megfőzöm. Só, bors, majoránna, oregano és fokhagyma, az ízesítése, babérlevél is kerül bele. Én most tettem bele egy kicsi zellerlevelet is, és szépen megfőzzük, és én tejjel fogom felönteni. Ez körülbelül 65 deka sertéshús, lehet sertéshús, marhahús, bármilyen húsból készíthetitek, csak daráljátok le, és ugye annak megfér mértékébe kell főzni, milyen húst használsz, megfőzöd, és én tejjel fogom felönteni, ez kicsit furcsának találhatjátok, lehet bele tejszínt is tenni, de én szerintem nagyon erős íz a tejszínnel, de egyszer megkóstolnék egy olyat is, amit tejszínnel csinálnak. Én tejjel öntöm fel, tehát ez kb. 65 deka darált hús, tehát nem kis adag. Én tettem be egy pici bort is, de ez ne zavarjon senkit se. Én így szeretem a paradicsomnak az ízét. És körülbelül egy olyan 3 deciliter tejet biztos, hogy öntöttem bele, de lehet, hogy 4-et is. Nyugodtan lehet... Látjátok, egy kicsit eltűnt a színe, de aztán visszajön, tehát hogy forr egy kicsit, és akkor visszajön a színe. Az íze így már lájtosabb, nyilvánvaló, de ettől nem kell megijedni, mert ha láttátok a fotót, akkor szép piros a... Valahova eltűnik a tej, méghozzá én szerintem a tésztába, de ezt ne kérdezzétek, hogy hogyan van. Azért kell ennyire szaftosnak és hígnak lennie, mert különben, mikor megsül a lazánya, akkor ha nincs felöntve tejjel ez a darálatosos paradicsomszószos dolog, akkor száraz lesz a lazányánk. Most megcsináljuk a bechamel mártást, vajat körülbelül egy olyan 5-8 deka vajat és 30 g lisztet használtam én föl, vagy 300 g lisztet, nem kell több, szerintem, de ha akarsz, akkor csinálsz többet is, ugyanis nem a liszt fogja teljes mértékben besűríteni ezt az egészet, mert én sajtot is teszek bele. És akkor egy picit itt megfuttatjuk a vajon a lisztet, mintha rántást készítenénk, vigyázzunk, hogy ne égjen el, fogunk egy habverőt, és hideg tejjel felöntjük, valamelyes, nem sokkal, elkeverjük ezeket a csomókat, szép simára, mindig adagoljuk, látjátok a tejet hozzá, ügyesen, és mikor már elkeveredett, akkor hozzáöntjük a többi tejet is. Én körülbelül ehhez egy olyan 6-7 deciliter tejet öntöttem. Mert közben, miközben föl, ugye kiderül, hogy nagyon sűrű, és mindig kívánja a tejet maga után. Mikor már hígabb, ami felforrás körüli állapotban is már eléggé híg ez az egész, akkor szépen reszelünk bele sajtot. Na most ez lehet különböző sajt, lehet íztelen, tehát aminek nincs olyan túlságosan erős íze, lehet parmezán is, bármi, amit szeretnétek, vagy füstölt sajt, mindegy. A lényeg az, hogy ha tudjátok, hogy milyen sajtot tesztek bele, a szerecsendió is belekerült, körülbelül egy mokáskanálnyi szerecsendió került bele, más fűszer nem só még, és azon kívül semmi, és... Hogy mondjam nektek, azt tudni kell minden sajtnak, ha van íze, akkor átveszi a bechamel az ízét, és eltűnik a bechamel íz. Tehát, hogy ehhez képest melyiket szereted, vagy a sajt íz szereted, vagy a bechamel íz. Én megmaradtam a határon, tehát, hogy picit érezni a sajtot is, meg a bechamelnek az ízét is. Ez egy sima góda sajt, túlságosan nagy íze nincsen, viszont a bechamelben nagyon finom volt. Kiegészítették egymást. Ez körülbelül egy 15 deka sajtot reszeltem, tettem bele 10-15 dekát
úgyhogy az bőven jó lett, és ilyen kicsit olyan nem túl folyós, de nem is sűrű. Tettem még benne egy kis szerecsendiót, így az együtt körülbelül egy mokkás kanálnyi szerecsendió. Ugye azért a szerecsendióval vigyázni kell, mert aztán, hogyha túladagoljuk, akkor egy ilyen érdekes, hát nem is tudom, mire hasonlítsam az ízét. Egyszer volt ilyen, hogy eltúloztam, nem a besemelben, vagy teljesen más ételben, már talán egy levesben az ízét. És hát ilyen, mintha mosó gató szappant, vagy mosó szappant akartunk volna megenni, olyan íze lett, hogy ezzel vigyázni kell. Látjátok, visszajött a színe, a paradicsompürének nem lett olyan, vagy a szószunknak nem lett olyan fehér, mint ahogy előzőben láttuk. És akkor most én úgy teszem, úgy csinálom, hogy alulra a tepsibe teszek egy kis paradicsom, ezt a bolonyai szószt. Barilla tésztát vásároltam, ez itt a reklámhelye, nem a reklámhelye, de én azt vásároltam, mert éppen az volt a kedvező áron, kint Ausztriában. Lehet csinálni ilyen tésztát, az is nagyon finom, és akkor nem is kellene túl sokáig sütni talán, ha nyers tésztával csinálod. Ez egy száraz tészta. Nem kell olyan vastagon alulra, és akkor szépen lerakjuk a tésztákat egymás mellé. Nem egymásra, hanem egymás mellé. Úgy, négy darab bele is fért ebbe a tepsibe. És akkor mehet rá a besamel. Ugye én már ezt nem szorom meg sajttal, mert és akkor most a besemeles rétegre mehet rá megint a bolonyai szósz, és akkor fedésbe rakjuk a tésztákat mindig, vagy kötésbe inkább azt mondanám. A második sor, kicsit ott kiegészítem. Besamel. És így folytatódik, ameddig szeretnétek. Akkor nyilván nagyobb adag bolonyait készítünk, nagyobb adag besamelt készítünk, és rámegy a paradicsomszósz. És mivel paradicsomszószban sem lett már olyan túl sok, és a besamelból sem maradt olyan sok, így már nem csináltam még egy réteget, nekem egy két réteg tészta van benne, és most még megszórom sajttal, és egy 170-180 fokon, nem kell túl gyorsan, hogy tésztának legyen ideje megfőni, betolom a sütőbe, nem kell előmelegített sütőbe tenni, hanem csak simán a sütőben. Bár nekem most elő volt melegítve, mert folyamatában főztem, sütöttem a dolgokat, előtt egy kenyérsült, ezután meg egy csirkesült, úgyhogy nekem folyamatában volt, elő is melegíthetem a sütőt, így néz ki, miután készen van, és egy 180 fokon körülbelül egy órát sütöttem. Figyelni kell, mindenkinek más a sütője, és mondtam, így a 30 perc után, 40 perc után, azért 5 percenként nézzünk rá, nehogy ne égjen. Alsó-felső sütésen csináljuk, középre betesszük az ételünket, és szépen megsütjük. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Nézzetek bennünket, kövessetek bennünket, lájkoljatok, és iratkozzatok fel, nézzétek az élőadásokat, és nézzétek a különböző tanfolyamokkal fogunk jelentkezni. Köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!